Készül a füzesabonyi értéktár. Erről beszélgetünk a stúdióban Sipos Attila, könyvtáros helytörténésszel. Köszöntöm a stúdióban Sipos Attilát, a önkormányzat által létrehozott helyi értéktár bizottság elnökét. Ön több évtizede foglalkozik helytörténettel, könyvtárosként és helytörténészként is, de egyáltalán, hogy van a helytörténet, de mit jelent az, hogy helyi érték, és hogyan lehet ezt úgymond egy ilyen tárba összehozni? Köszönöm szépen, én is köszöntöm a városi televízió nézőit. Igazából én ezt a kettőt nem választanám el egymástól. Valamikor a megyei könyvtárak kapták feladatul a közgyűjteményi törvénnyel, hogy hozzanak létre helytörténeti gyűjteményeket. Aztán később majd ez a városi könyvtárak szintjéig megvalósult az 1997-es törvénnyel, és most a közművelődés szakmája gondolta úgy, hogy helyi értéktárakat létrehozni. És azért tartom ezt fontosnak, mert nem csak a városi könyvtárak szintjéig lehet most már magyar értékekről beszélni, hanem az egészen kicsi településeknek, falvaknak, kisközségeknek a helyi értékeit is nyilvánossá lehet tenni, össze kellene gyűjteni. És van egy szakma, aki emellé, a mozgalom mellé állt, hiszen most itt a 21. században, a rohanó világunkban hiába van internet, meg digitális világ. Ezeknek a régi értékeknek nagyon nagy értéke van, de mivel gyors a világunk, így nagyon gyorsan változnak az adathordozók, egy csomó minden, ami régi filmtekercsen van, az már nem lejátszható. Digitalizált anyagok elvesznek, Winchesterek tönkre mennek, ezért ezek az adathordozók nem annyira maradandóak. És nagyon fontos, hogy ez minél több rétegben az internetre, felhőbe felkerüljön, és a mai fiatalok ezekkel megismerkedjenek. Ha megnézzük az értékeket, tehát mit számít bele, azt mondjuk, hogy érték? Tehát ebbe beleszámít egy régi épület, vagy például egy ruhaviselet, vagy egy betlehemezési szokás? Az érték mindig az adott településnek és az adott környezetnek, a közösségnek a gondolkodásmódját kell, hogy tükrözze, mert érték lehet tényleg minden tárgyalkotó művészethez kapcsolódó dolog, akár épület, szobor legyen az, de lehetnek a szellemi vagy néprajzi hagyományok, folklór, viselet, a néptánc, egy színjátszó csoport, vagy egy tánckar, vagy egy énekkar, ezeknek a több éves vagy több évtizedes mozgalma, munkássága lehet egy maradandó helyi érték. Akkor, hogyha ön történész is, megnézzük Füzesabony történetét, hát elég régóta, tehát hosszú időre nyúlik vissza, tehát az őskortól lakott ez a környék, tehát akkor értékekben bővelkedünk. Gyakorlatilag minden régészeti kultúra meghagyta itt a nyomait. A régészek gyakorlatilag minden tárgyemléket megtaláltak, minden kultúrához köthető leletünk megvan, gyakorlatilag az őskőkortól a török korig bezárólag. A kőkorból az arcábrázolásos edény töredékek, amit a gubbakúti leletekkel jöttek elő, ennek az ásatásnak a jelentősége a 97-es autópályaépítés nyomvonalában zajló feltárásokról van szó. Azért jelentős, mert átírta az európai kőkornak a fogalmát gyakorlatilag a füzesabonyi lelet együttes. Tehát ezt el lehet mondani, hogy ez nem csak egy úgymond magyar érték, hanem egy egész Európára kiható. Nemzetközi szakmának számító, régészeti szakmának számító fontos dologról van szó, ami nyugaton is publikálva van, egyetemeken már tanítják e szerint. Tehát a kőkornak az első szakasza az nem hódító mediterrán népeknek az eredményeként jött létre, meg nem verem lakásokban éltek már a kőkor elején az emberek, hanem így nagyon komoly differenciált társadalmat hagytak maguk után. Ahogy látom, itt azért hatalmas épületeket, magtárakat emeltek. 10-12 méteres nyeregtetős cölöpházakról van szó, nagyon komoly vallási kultuszaik vannak, ezek a sírokban lelhető tárgyakból meríthetők fel.
és egyáltalán az a 17 arcábrázolásos edénytöredék, ami gabonatároló edényeken is megjelenik zömmel, összekapcsolja a földművelést, az élelemtermelést a vallással, hogy ezek az arcábrázolásos formák megjelennek az edényeken. Tehát ezek a, mondjuk ezek az értékek megvannak a helytörténeti gyűjteményben. Nézzük tovább, milyen értékek vannak még. De hát ugyanígy megvan a régészetben a középső bronzkori kultúránk. Hát kevesen tudják, de hát azért már most az iskolában ezt tudni kell, akik középiskolából kikerülnek, hogy a füzesabony arról is híres, hogy van egy füzesabonyi középső bronzkori kultúra, ami országosan, nemzetközileg, világszerte elismert és tanított. Ennek ez a neve? Ez a neve. Az 1930-as években zajló öregdombi ásatások lelet együtteséről kapta ez a középső bronzkor a nevét. Tehát akkor van mire büszkék. Hát erre nagyon büszkék lehetünk, mert ennek az edényművessége az lehet mondani, hogy a korszak színvonalában világszínvonalú volt. Fazekas korong nélkül alkottak, és gyakorlatilag mindenféle edényeket tudtak hozni. Gyönyörű, fekete, mázas fényű edényekről van szó, spirális ornamentikai díszekkel, bütykös díszekkel. Találunk benne erjesztő edényeket, főző edényeket, melegítő edényeket, tároló edényeket, gabonatároló edényeket, gyakorlatilag minden háztartási kelléket agyagból elő tudtak állítani, és ezek az edények, mondom, a maguk időszakában világszínvonalúak voltak. És ráadásul a bronzkorban már mediterrán jellegű kereskedelmi kapcsolatokat is ki lehet az edények útján mutatni. Még a kőkorban csak a Magyarországnak a különböző területei között jöhettek létre kereskedelmi kapcsolatok, mert például az obszidiánt azt az emblémből hozták a kőkorban, amit füzesabonyban találtak, mert a környéken nincs obszidián. Az emblémből kellett, hogy hozzák. A bronzkorban már ezek a kereskedelmi kapcsolatok, amivel edények érkeznek, és ezeknek az edényeknek a készítését, technikáját átvették az itteniek, de mondhatom, hogy inkább fordítva volt, mert a mükéni kultúrát megelőzően hozták létre a füzesabonyi kultúrában ezeket az edényeket, amik hasonlók a füzesabonyiakra. Tehát nem azt mondom, hogy a mükénei ráhasonlít a füzesabonyi, hanem mi adtuk a mintát valószínűleg. És ez egy merész kijelenteni, de a régészeti bizonyítékok és a korszak datálása erre enged következtetni. Tehát akkor van egy nagy lelet együttes, ami egészen a honfoglalásig tart, amit meg lehet tekinteni most is a helytörténeti gyűjteményben. Sőt, még az Árpád-kor is egészen a török korig menőleg lehet ezeket datálni. Tehát vannak a régészeti értékeink. Akkor most nézzük az épített, tehát milyen az építészeti érték, hiszen mondjuk ha valaki tehát csak átutazik füzesabban, akkor látja, hogy itt a vasútállomás. Így van. Itt van a vasútállomás, ami a településnek a jelképe is. Szerintem a polgárosuló időszaknak ez a legfontosabb szimbólum a vasútállomás, mert ez a vasútállomás, a vasút, maga a vasút országos kereskedelmi vérkeringésbe, tehát a kapcsolatokba hozta füzesabonyt. A homogén falusi kultúra, az elszigeteltségben élő, évszázadokon keresztül élő falusi kultúra, az kitört a maga valóságából a vasút által, hiszen az emberek el tudtak menni távolabbi vidékekre munkát vállalni, vasutas családok hozták az új eszméket, főleg Budapestről, a politika megjelenik füzesabonyban, differenciálódik a foglalkozások rétege, most már nem csak a mezőgazdaság és néhány kis kézműves szatócsbolt van füzesabonyban, hanem majd szépen ezek differenciálódnak, egyre nagyobbakká válnak, egyre többféle dolog jelenik meg, tüzéptől kezdve lehetne sorolni, hogy mi minden az évtizedek alatt, és ezek a gondolkodásmódban lesznek majd nagyon fontosak füzesabony esetében. Tehát akkor átalakult a társadalom. Átalakítja a társadalmat a vasút, így van, ezt el lehet mondani. Akkor nézzük a füzesabonyi régi központot, ami mindig is egy falu központnak számított, az a templom és környéke. Így van. Füzesabonynak, ha most meg kellene mondani, hogy mik
a országos vagy térségi védelem alatt álló épületei, akkor azt lehetne mondani, hogy három országos jellegű védelem alatt álló épületünk van. Egyik a vasútállomás épülete, amit Pfaff Ferenc vasúti főmérnök tervezett, a másik a római katolikus templomunk, 1735-ben szentelték fel, és van a Szent Vendel kápolna puszta szikszón. Ez a legrégebb egyébként, mert ennek a kora árpádkori alapjait már a 96-os ásatásokon a régészek, Fodor Lászlóik megtalálták. Tehát ezek a jelentősebb építészeti örökségeink, igen. Mi maradhatott még ránk, hiszen belépett a modern kor, tehát többféle, úgymond, amely meg lehetett őrizni az értékeket, például fotók, tehát ezek vannak? Füdesabony nagyon szerencsés helyzetben van, mert a levéltárban, korabeli újságokban nagyon jól dokumentálták a gyűjtőmunkáknak az eredményeit. Füdesabonyról el kell mondani, és tudni kell, és szerintem Füdesabonyban nagyon kevesen tudják, hogy 1928-ban Magdin Alfréd kezdeményezésére indult egy gyűjtőmunka, aminek az lett a gyümölcse, hogy 1930-ban Füdesabony főjegyzője volt, akit nagyon érdekelt a történelem és a múlt, aki 1925-től, amikor ide került, onnantól kezdve eseménynaplót vezetett a község mindennapjairól, és akkor ő, mint jegyző, a hivatal központjába bekerülő ügyeket vizsgálva írt általános jellemzést a füdesabonyi közigazgatásról, az itt lakók mindennapjairól, a problémákról. Tehát az ő esemény naplója is úgy gondolom, hogy helyi védelem alá kell, hogy essen, mert ez a második világháború és az első világháború közötti időszaknak a teljes társadalomának a lenyomata. Az ő esemény naplója. Ugyanígy a Pásztor János féle monográfia is, ami az elmúlt években. Tehát akkor vannak könyvek is, tehát vannak kiadványok is. Vannak kiadványok is. Ezekhez kapcsolnám még Hegedűs Erikának a Tárlat című kötetét, azt hiszem, ami 99-ben vagy 2002-ben ez az időszakban. Ez egy prózai novellás kötet. Füdesabonyi gyerekkori emlékek vannak benne megjelenítve, és ez is egy nagyon jellemző társadalmi lenyomat, úgy gondolom. És nagyon szép, nagyon költői. És költői, lírai, de elsősorban prózai írások vannak benne. Tartalmaz ez a kötet, mivel Erikának még annak idején én segítettem, én gépeltem. Tartalmaz két olyan kutatási munkát is, ami egyik a Füdesabony vallási emlékeit dolgozza fel, a másik pedig egy paraszti életútnak a visszaemlékezései, Ferenc Józsi bácsinak a visszaemlékezései, aki gyerekkorától elmondta, hogy milyen szokások, hagyományok éltek itt a környéken, elsősorban Füdesabonyban. A fotógyűjteménye az mekkora, hiszen azt lehet tudni, hogy ön például elég sűrűn rak fel ilyen régi képeket. Így tehát, van. Hogy mekkora ez a fotógyűjtemény? Én, mint ismereti könyvtáros, könyvtárigazgató, a könyvtáros szakmával nagyon szoros kapcsolatban állva, még annak idején megyei könyvtáros egyesületi elnök is voltam, és hát nagyon gyakran látogattuk egymás könyvtárait, és itt azért a szakma bemutatta az eredményeit, a gyűjteményeit, és azt kell, hogy mondjam, hogy a füdesabonyi helytörténeti gyűjtemény, ami a 80-as évektől gyűlt össze, igaz, hogy a nulláról kezdték annak idején Sziklai bácsiék, Blahó Istvánné irányításával, de a nulláról egy olyan gyűjtemény jött létre az elmúlt évtizedekben, ami azt mondom, hogy országosan egyedülálló. Van közel 3000 olyan régi fotónk, ami az 1960-as évekig megvan. Ez digitalizálva is elérhető? Ennek a 99%-a digitalizált, és akkor emellett vannak olyanok is, amit nem adtak ide eredeti fotóként, hanem csak szkennerezve kaptam meg, vagy fotózva kaptam meg. Hát ez is jó nagy számban van. Én igyekszem ezeket mind közösségi szinten megosztani,
és népszerűsíteni. Tehát ez, de ez már valamilyen szinten, tehát úgymond osztályozva van? Tehát, hogy el, vagy csak így a kiadványokban, látni. Amik idáig megjelentek, kezdve a Pásztor monográfiától, abba is csináltunk egy gyűjteményt, hogy a 10-es évek képei, 20-as évek, 30-as évek képei, és akkor azon belül is vannak a közösségi rendezvények, a személyek, a különböző foglalkozásokhoz köthető fotók, körülbelül a 30 kategória van, amiben ezek osztályozva vannak. Mondom, izgalmas lehetett ennek az összegyűjtése. Hát nem csak az összegyűjtése, hanem amikor összeáll egy jó nagy mennyiség, és akkor mondjuk van benne 100 olyan, amit nem tudok beazonosítani, hogy milyen korú lehet, most már azért akinek ilyen gyakorlott szemmel tud ránézni, én is ezzel foglalkozom, már tényleg több évtized, de én már ránézek egy képre, tudom, hogy ez 10-20-as évek, így van, a korépületeiből, a fotónak az anyagából, jellegéből már meg lehet mondani, hogy a Kis József fotók nagyjából mikoriak, vagy a Gyöngyösi fotók mikoriak, tehát ezeket már most elég gyakorlott szemmel lehet beazonosítani a korszakát. Tehát vannak olyan képek is, amik jó, persze, tehát ezek általában magántörténeteket dokumentálnak, ami olyan nagyobb közérdeklődésre tarthat számot. Hát én úgy gondolom, hogy mindegyik az, hiszen aki érdeklődik a múlt után, az minden család hagyatékában talál olyat, ami rendkívül érdekes lehet. Tudom mondani ilyen? Például én ezt úgy hívom az egyik gyűjteményemet, egy részét, hogy okos Bertalan hagyaték. Ezt a sógorom, aki vízvezeték szerelő, járogat szerelni, és ő is mindig belenéz, hogy mit tesz neki a limlommal, és egyszer talált egy nagy doboz fotót. Elhozta, hogy érdekel, hogy ne érdekelne. És akkor egy pár fotó rá volt írva, hogy okos Bertalan. Mert tudjuk, hogy egy telepen élő, 10-es években született szeméről van szó, és ez családi hagyatékba bekerült hozzám. Vagy Pusztaszikszón betörtek az állami gazdaságnak az egyik épületébe, és hát ott is a nagy takarítás után mindent egy nagy nejlonzsákba raktak, és sógorom talált egy csomó fotót. Azt is elhozta. És olyan fotósorozat volt, 70-es, 80-as évek állami gazdaság története teljes sorozata. Nem tudom, hogy ki volt a fotóknak a készítője, de ebből is jó néhány digitalizálva van. Tehát én még saját gyerekkoromból, saját évfolyamtársaimból jó néhányat megismertem. De hát akik ezeket a képeket nézik, azok és az idősebb generációk meg még több embert be tudnak azonosítani. Mozgóképes emléket vannak? Mozgóképes emlékek nem nagyon vannak. A Cöveg Bélát szeretném megemlíteni, ő az, aki mozigépészként nagyon sokat vetített, és valamikor volt filmfelvevője is. Tudom, hogy neki van a hagyatékában jó néhány olyan dolog, amit úgy gondolom, hogy a Városi TV-nek át kellene majd venni. Hát annak idején a várossá válás évfordulójára azt hiszem, hogy készítettetek ti is egy ilyen retro filmet, a régi majálisok, felvonulások videói, ezek úgy gondolom, hogy bármely korosztálynak, akár fiatal, akár öreg, szívesen megtekintésre méltó lehet. Milyen más, úgymond szellemi, kulturális hagyaték van? Tehát tudunk-e olyat mondani, hogy különböző népszokás van-e, ami füzesabbonyra jellemző, mondjuk esküvő, például ott van a szihalmi lakodalmas, de ilyet tudunk? Nagyon nehéz a néprajz, a szellemi folklór, mert Füzesabonynak élő néphagyománya ma már nincs sajnos. Még az 1935-ös Pásztor monográfia még néhány oldalon keresztül a néprajzi emlékeket, a népszokásokat még leírja. Most ebben elsősorban a lakodalmi szokások, a farsanghoz kötődő ünnepkörnek a szokásai vannak, de érdekes például, hogy mezőgazdasági jellegű adottságú településként például Füzesabonyban nem voltak sem a század elején, se azt megelőzően például arató ünnepségek. Még egy-két szüreti felvonulás, amit az iparos kör szervezett, vagy valamilyen célcsoport szervezett, ifjúsági célcsoportok, olyanokról tudunk, hogy színelőadásokat
csináltak az ünnep alkalmából, és ezeket bemutatták, és ezen rengetegen voltak. Füzesabonyban a korabeli újságcikkek alapján például a vasútállomásnak az épülete, addig még a művelődési ház nem készült el, illetve az iparos körnek a székháza nem készült el, addig a vasútállomás épületében tartották ezeket a felvilágosító esteket, kultúrdélutánokat, és az újságcikkek leírják, hogy átlagosan 160 ember vett ezen részt. Tehát ez nem egy szűk rétegnek szóló dolog volt, hanem nagyon nagy nyilvánosságot kapott. A ruházat, tehát létezett ilyen, hogy ami Füzesabonyra jellemző régi viselet? Hát mi pont a Matyó és a Palóc nagy néprajzi egység között vagyunk, itt pont egy válaszvonalat képezve, de mondhatom azt, hogy van olyan 6 füzesabonyi színes képeslap, amin a korabeli 1910-es évekbeli ruházat megtalálható, de mind a 6 más. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez volt a füzesabonyi jellegzetessége. Talán annyit lehet, hogy a nőknek 6 szoknyás volt az átlagos viselete, ezek teljesen bokáig érő viseletek voltak. A hölgyek a hajukat úgy hordták, hogy két oldalt csigaszarvszerűen feltekerték és csattal odafogadták a fülük mellé, és a fejükre pedig úgy hívták, hogy kontyot tettek. Ezek a kontyok egyrészt mutatták azt is, hogy már házasasszonyról van szó, másrészt meg a tekintélyét próbálták, hogy minél magasabb legyen a hölgynek a kontya a fejkendő alatt. Ez mutatta a társadalmi rangját is, a befolyását is egy-egy nőnek. Hogy milyen hosszú volt érdekes. A haja? Hát a haja és a kontya, tehát ez az, amit a fejükre, fejük búbjára tettek, ez egy kemény kartonra, textíliából rászőtt díszes valami volt. Ebből jó néhányat, azt hiszem, vagy 3 darabot a Szilhalmiaknak átadtunk még Jó Csabának. Tehát akkor vannak még megmaradt eredeti ruhadarabok? Eredeti ruha, ennyi volt összesen ez a 3 konty. Tok, ami megmaradt, amit én személyesen láttam, illetve Barta Feri bácsi, aki Egerben él és füzesabonyi származású, ő valamikor az 50-es években gépkocsi vezetőként járta a környéket, és egy időben rájött arra, hogy ennek a régi paraszti kultúrának majd nagy értéke lesz valamikor, és ő személyesen felvásárolgatta ezeket a paraszti viseleteket, szoknyákat, kendőket, asztalterítőket, fali hímzett terítőket, és neki rengeteg ilyenje volt. Most ebből valamikor ilyen jó 10 évvel ezelőtt Füzesabony is vásárolt egy kisebb gyűjteményt, és Mezőtárkány is vásárolt. De mostanában úgymond kisebb településeken nagy divat, tehát ezeket faluházak a létrehozása, ahol másfajta tárgyi emlékeket is kiállítanak, használati tárgyakat, főzőedényeket. Füzesabony hogy áll ezzel? Tehát mennyi? Ma már sajnos nincs olyan házunk, amire azt lehet mondani, hogy eredeti állapotában került volna megőrzésre, akár ami mondjuk a 1800-as éveket tudná tükrözni. Itt a főutcán a Bocsi József szülői házát tudnám említeni, ami már cserepes ugyan, de a belső berendezése az még teljesen a régi, hagyományos építésű osztatú. Esetleg az lehet majd valamikor egy tájház, ez az én véleményem, más olyat nem nagyon tudok. A tárgyak közül elsősorban, amit még itt Füzesabonyban is lehet gyűjteni, és a környéken is általánosan jellemző volt, hogy amikor ilyen gyűjtőmunka elindult, akkor tudtak hozni szentképeket, azt minden mennyiségben, ez faluhelyen ezt nagyon őrizték, és elsősorban mezőgazdasági eszközöket. Tehát régi, tényleg lehet mondani, hogy 100 éves gerebjéket, fanyelő, fafejű gerebjéket, ásókat, mezőgazdasági szerszámokat, ekéket, a disznóöléshez kapcsolódó edényeket, eszközöket. Tehát ilyeneket én szerintem Füzesabonyban is be lehetne gyűjteni, és ez azért lenne nagyon fontos, mert Füzesabony arról is híres volt, hogy 1930-ban avatták
a megye első községi néprajzi és régészeti gyűjteményét, és ennek Füzesabonyban volt a helye. Itt pontosan Magnin Alfrédék avatták ezt a gyűjteményt. Ebből a gyűjteményből van valami? Hát sajnos a második világháborúban ez teljesen elpusztult. Annak idején Gregus Ilonka néniék, ahogy így hallomásból öregektől tudom, hárman papírénkével mentették meg, padlásra került, aztán van olyan szemtanúi beszámoló is, amikor bejöttek az oroszok 44 novemberében, akkor ezeket már az árokba látták beletaposva. Tehát ott ki volt állítva a füzesabonyi eredeti népviselet, a női, a férfi, a gyerek babákon. Ott voltak a községi jegyzőkönyvek, a községi iratok 1700-1700-as évektől, amióta itt a községi bíró funkciója működött. Ezek pótolhatatlan dolgok. Ez a levéltárban már másolatban se található meg. Tehát ez 1944-en sajnos elpusztult. De utána a háború után elveszítettük a zsidó zsinagógát, ami egy átézik útra épült közfürdővel összekötött vallási célzatú. Hát a Szabó Martináék telkén. Ott a kettes iskolával, a Széchenyi iskolával szemben. Ott még van pont egy olyan házfal, ami azzal a házfallal egybe volt építve, és a Szabó Martináék telke, az, ami a zsidó zsinagóga volt. Ez valamikor 1912-13-ban épült, még Károlyi Mihály anyagi támogatásával állítólag, és aztán ezt 46-ban lebontották. De ugyanígy a 46-os bontásoknak az eredménye volt az, hogy az érseki nyaralókastélyt is lebontották a körforgalomnál. Ott a Szent Vendel kápolna közelében volt egy érseki nyaralókastély is. Az érsekségnek ott egy olyan kastélya volt, amivel egybe volt építve egy 80 holdas fácános telep. Erdő volt a pusztaszikszói cselédeknek, makkoltatásra volt lehetőség a Tölgyfa erdőben. Hát akkora erdő volt Füzesabony és Kerecsend között, hogy szemtanúk visszaemlékezéseiből tudom, hogy 12 ember érte körbe a fák törzseit. Nekem van olyan rokonom, aki elmondta, hogy az amerikai bombázók, mikor jöttek a II. Világháborúban, akkor gyerekként a Laskóban fürdöttek, és oda menekültek a fák alá. De akkora fák voltak, hatalmas fák, és az 46-ban jöttek majd Romániából, Moldvából favágók, és ezek vágták ki ezeket a fákat. Ezek mind tanácsi utasításra történtek. Elveszítettük a néprajzi értékeinket, az összes nádfedeles, zsúfedeles házat, még a 80-as években voltak ilyenek, helyi védelem alatt is álltak, de aztán valahogy ezek csak eltűntek. Sajnos akkor a vezetés ezzel nem foglalkozott, és most már nincs olyan, amit meg lehetne menteni. Vagy volt például a két patakunk is, a Laskó és az Egerpatak, vízimalom volt rajta, gőzmalom volt rajta. Nekem mindig szívem vágya az volt, hogy ha majd egyszer ilyen Európai Uniós nagy projektbe lehetne indulni, akkor csináljunk egy olyan szabadtéri látványkiállító teret, mondjuk, mint a Polgári Archeopark, ahol a régészeti kultúráinkat is be tudnánk mutatni. A Laskó átere az kiváló adottságokat biztosítana tereplovagláshoz is, akár Kerecsen felé, akár Kál felé. Ott akár egy vízimalom makettet is létre lehetne hozni, gázlókat át lehetne hozni sétakocsikázáshoz, terepkocsikázáshoz. Hát én úgy gondolom, ott egy csárdával, ilyen népi hagyományokkal összekötött bemutatót és látogató központot ki lehetne alakítani, amilyet a Dél-Alföldön rengeteg helyen láttam már, akár a ragály, ott, ahol természet, vannak, ahol természeti értékeket, van, ahol a foglalkozásokat mutatják be, de nekünk itt vannak a régészeti kultúráink, valahogy Füzesabonynak arculatot kellene teremteni ezek által. Milyen egyéb ilyen értékek vannak még? Tehát merre lehet még tapogatózni, ahol lehet találni, amire azt mondjuk, hogy ez a füzesabonyi? Hát vannak még az egyházi jellegű építészeti emlékek, ezek a kőkeresztek,
Füzesabonynak az első kőszobra az a Nepomuki Szent János szobra a templomkert hátsó részében található, 1842-ben készítették. De ha így a helyi értékekben gondolkodunk, akkor vannak majd a mostani időszakból készült emlékek is. Ilyen például a ifjúsági úton a Székely kapu, az 56-os kopjafa, Márton Jánosnak a munkáit, akár a milleniumi emlékművet, akár az EU városfát, akár a kopjafát említem. Én úgy gondolom, hogy ez is a helyi értékek között kell, hogy szerepeljen majd. De ugyanígy a trianoni emlékmű, a buszpályaudvaron is. Mennyire fér bele például ebbe a helyi értékekbe például gasztronómia? Ami... Hát abszolút minden mértékben belefér. Nagyon sok település ott, ahol megvannak még a jellegzetes tájjellegű ételek, azokat bele is veszik. És Füzesabonynak, hát én kutattam, hogy mi az, ami abszolút egyedi, hát olyan nem nagyon van, de az abonyi lepény, mert a nevében is ez benne van, hogy abonyi lepény, azt mindenképpen úgy gondolom, hogy ebbe az értéktárba fel kell, hogy vegyük. A kapros túrós. A kapros túrós lepény, így van. Ezt még valamikor Dal is megörökítette a kutunkkal együtt, a fúrott kutunkkal együtt. De ugyanígy, ja még bocsánat, még ott van az első világháborús katonaszobor, Kisfaludi Stróp Zsigmond alkotása. Ez a megye első bronz katonaszobra. Ez is egy, úgy gondolom, hogy országos jellegű alkotás, és ez a Kisfaludi hagyatékban, ez előkelő helyen van. A helyi értékbizottságnak hogyan fog zajlani a munkája? Tehát, mert itt már ez is szépen össze van rendezgetve, amit tehát ön is végzett több évtizeden. Hát a több évtizedes munka, tapasztalat, meg a rendszerezés benne van, igen. Hogyan fog ez kialakulni, amikor mondják ezt, hogy megszületett a helyi érték? Hát jelenleg van egy háromfős bizottság, amit a testület jóvá hagyott. Ezt lehet majd természetesen bővíteni, mert nincs megszabva semmilyen jogi keretben, hogy ez hány tagú lehet. Akár külsős segítséget is lehet, szakmai segítséget lehet az értéktár munkájához kérni. Mi hárman le fogunk ülni. Én el fogom mondani, hogy a történelmi hagyományok alapján, az eddigi helytörténeti gyűjtőmunka alapján ezen dolgok lehetnek helyi értékek. Akkor ezeknek az értékeknek valamilyen formában a bemutatását meg kell oldani. Fotódokumentáció, építészeti műszaki leírás, egy szakmai jellegű leírás, a hagyományok hogy kötődése. Digitalizálni kell. Hát egyértelműen ezt csak digitalizálva tudom elképzelni. És akkor ezeket a leírásokat, hogy ez a szobor, vagy ez az alkotás miért fontos, vagy ez a hagyomány, vagy ez a kaprostúrós lepény miért fontos, ezt egy rövid kis magyarázó szöveggel, leírással, ezt majd testület elé kell vinni, és a testület pedig egy határozatban kimondja, hogy ezt a helyi értékek közé tudja sorolni. És akkor utána jön a digitalizálás és a népszerűsítés, hát ennek majd egy megfelelő honlapra, vagy a község honlapjára ennek a bemutatásnak minél több rétűnek kell lenni, akár videós, akár fotódokumentációs, akár szöveges, karakteres leírásban. Van még felfedezni való? Hát most jelenleg a levéltár az egy kiapadhatatlan kincses bánya, úgy gondolom. Rengeteg olyan tanulmány született az elmúlt 20 évben, 30 évben, akár szakdolgozat, akár valamilyen évfolyam dolgozat, aminek a kutatási témája továbbviendő, vagy akár már magában egy önálló publikációra alkalmas lehet. Tehát ott van például a papírénke hagyatéka, füzesabonyi tanítónő, aki 1916-ba került Füzesabonyba, és közel 50 évig oktatta itt füzesabonyi ifjúságát. Ő minden egyes tanítványához, pedig azért egy-egy osztályban 56-al jártak átlagban, minden egyes tanítványához, mikor elballagott, búcsúverset írt, rengeteg színművet írt, országos novellaíró pályázatokon vett részt, Mécs Lászlóval levelezett, mindenféle országos írói egyesületben benne volt,
14 kiló hagyatéka volt annak idején, amikor a könyvtárba ezeket fénymásoltam 3 példányban, és ő Orsovai Edén és Árika néni volt, aki ezt gondozta, még a Uzonyi László érseki tiszti gazdának a felesége, és akkor ő még 90-valahány éves korában nekem megengedte, hogy a padlására felmenjek, és akkor összeszedjük a papírénkkel hagyatékot, meg neki is lent is, ami volt, és ez összesen 14 kilónyi írásos anyag. Ez nagyon nagy mennyiség volt, hát ennek egy része maradt meg Füzesabonyban, mert a többit azt az elcsatolt, a Trianon után elcsatolt magyar területekre szimbolikusan elpostáztatta Orsovai néni. Sajnos azt tudjuk, hogy Egerbe került az angol kisasszonyokhoz egy nagy csomag, tudjuk, hogy a Felvidékre került, meg Erdélybe is került, de az, hogy pontosan hová, kinek lett címezve, azt már nem tudjuk. Mikor áll össze ez az értéktár, vagy ez egy folyamatos munka? Ez folyamatosan bővülhető dolog lesz. Majd amikor eljutunk egy szintre, hogy a most jelenleg látott és feltérképezett értékeket már összeírtuk, rendszereztük, akkor majd utána az lesz a feladat, hogy ezeknek az értékeknek a nyomon követését is megtegyük. Mert például egy építészeti alkotás, vagy egy kültéri szobornak az állaga, állapota, az fontos, hogy most éppen lefestették, így van, lefestették, átírták, összeírták, szükséges egy restaurációs beavatkozás, hogy akkor az önkormányzat mindig képbe legyen. És a pályázati lehetőségeknél ezekre oda kell figyelni, hogy ezeket a helyi értékeket megfelelően tudjuk gondozni, hogy nehogy véletlenül az enyészet martaléka legyen. Tehát amik vannak, az a néhány, az a nagyon kevés, azt meg tudjuk őrizni. Köszönöm, hogy elfogadtam a kívásunkat. Szívesen eljöttem, és hogyha gondoljátok, akkor a folytatásról is beszámolunk.